Nagyon szeretném a vagyonelőny képzést elvégezni, és ehhez az önök segítségét szeretném kérni. Amikor én Lajosnak mondtam, hogy van ez a lehetőség, akkor ő már egy kész tervvel állt elém, és konkrét célokkal, és elég elszánnak tűnik. Ezért is döntöttem úgy, hogy támogatni fogom őt ebben a projektben. Lajos vagyok, 21 éves, két testvérem van rajtam kívül, van egy öcsém, egy húgom. A húgom az 10 éves, az öcsém 15 éves. Hát rossz családi körülmények között éltünk, teherbe esett a feleségem, ő lassan már egy olyan 6 hónapja a kisbabánk megvan. Lajosékkal úgy kerültem kapcsolatba, hogy az akkori családgondozója keresett meg minket, és kitöltette az ajánlást, ami a jelentkezés menete, viszont már akkor kitűnt, hogy egy nagyon pozitív ajánlást kaptunk róluk. Attól, hogy a vagyonelőképzést elvégzem, avval felhagyhatok a két munkahelyemmel, amivel muszáj vagyok dolgozni, így, hogy el tudjam tartani a családomat. Szerintem ez a szakma, ez a vagyonőri szakma sokkal családbarátabb lenne, jobban tudnánk együtt lenni. Céljuk, nekik is nagyon határozott céljuk az innen való kikerülés, és ők maguk nézik a lehetőségeket, tehát akár a lakáspályázatokat tekintve, akár más előrelépési lehetőségeket nézve, és határozott célokkal rendelkeznek. Többnyire azt várjuk a segítőktől, hogy már eleve, amikor beadják a pályázatot, egy az ügyfelükkel közösen kiformált programról legyen szó, legyen az akár képzés, akár munkaeszköz. A gondozási folyamat elején mindig meghatározzuk a célokat. Lajosék esetében is az, hogy amint említettem, kikerüljenek a rendszerből. Az ő esetükben az ide vezető lépés egyik része az előtakarékosság képzése, és ennek révén egy albérlet kifizetése és fenntartása oly módon, hogy ez ne veszélyeztesse a család mindennapi megélhetését. Van esély alapítvány a programjaival valódi változást szeretne elérni a hajléktalan emberek életében. Ezek többnyire munkaeszközök, képzések, amik aztán később tényleg egy fenntartható, valódi ilyen tőkeképzést jelentetnek az illető életébe. Sokkal kevesebbet beszéltünk eddig a szociális segítők érdeméről ebben a dologban. Mi mindig szociális munkásokkal dolgozunk együtt ezekben a programokban, akik nélkülözhetetlen is, hogy jelen legyenek a változási folyamatok mögött.